Sziasztok! Ez itt a Mise Vlog, azon belül is a második évadot záró kérdés-válasz videó. Az online Mise közvetítésekkel kapcsolatos részben volt szó arról, hogy öltözzünk fel rendesen a Szent mise idejére. Ezzel kapcsolatban jött a kérdés, nem túlzás egy kicsit az, hogy melegítőben nem illik részt venni a Szent Misén? Nyilvánvalóan az öltözékünk kifejezi az eseményhez, a másik személyhez való kapcsolatunkat. Egy esküvőre sem megyünk el akármilyen öltözékben, a színházba is felöltözünk rendesen. Nyilván, ha otthon nézzük a szentmisét, akkor az átöltözés számunkra jelent többet, felkészítem a lelkemet arra, hogy most egy szentmise közvetítésbe szeretnék bekapcsolódni, és nem egy passzív nézője maradok egy műsornak. Ismét érkezett kérdés a szentgyónással kapcsolatban. Mit lehet tenni akkor, ha olyan dolgaim is vannak, amiket szégyellek elmondani gyónás alatt, és ez így is marad, mert bár szeretnék kezdeni velük valamit, de nem merek ezekről nyilatkozni. Teljesen megértem a komment íróját, hiszen a Szent Gyónásban a legtöbb dolog, ami elhangzik, éppen olyan, amit szégyellünk. Itt kell szembesülnünk a bűneinkkel. Itt tesszük le Isten elé mindazt, amit elrontottunk, amit elhibáztunk, a sok bűnt, amit elkövettünk. De itt kapunk Istentől feloldozást, innentől kezdhetünk tiszta lappal, akkor, hogyha őszinte a bánatunk. Ezért hadd buzdítsalak arra, hogy merd letenni mindazt, amit leginkább szégyelsz. Számomra nagy öröm, hogyha gyóntató papként olyannal találkozom, aki felkészült jön a Szent Gyónásra, őszintén megbánja a bűneit, nem akar semmit eltusolni. Ez feltétele is az érvényes gyónásnak. Akkor sem szabad megijednie, hogyha mindig ugyanazokat a bűnöket gyónod meg. Hál' Istennek nincsenek újak, ugyanakkor nyilván küzdeni kell ezek a bűnök ellen is. Még bátorításként hadd mondjam, hogy meglepetést nem tudsz okozni, újat nem tudsz mondani, és nem te vagy az egyetlen, aki ezeket a bűnöket elkövette. Viszont Isten kegyelmével te is tudsz küzdeni ellene. Ha őszinte a bánatod, Isten kegyelmével meglátod, a gyónás utáni időszakban sokkal könnyebb elkerülni a bűnöket. Ez nem csak egy bűnlajstrom, hanem valóban kegyelemmel jár, a jó Isten a te oldaladon van és segít a bűnök elleni harcban. Egyedül a sátán az, aki akarja, hogy elszakadj Istentől a bűn által, Isten viszont ezt a kapcsolatot helyre akarja állítani, és ezt a bűnbánatban, a szentgyónásban meg is teszi. Egy másik megjegyzés így szól, a persejezés elvonja a figyelmet. Nem lenne jobb a Szentmise végén az ajtó melletti persejbe tenni a pénzt? Az első évad 9. részében már volt arról szó, hogy miért ekkor van a persejezés. Ugyanakkor egyetértek, hiszen be kellene fejezni a persejezést és csak utána kezdeni a felajánlási imát. Ennek praktikus oka van, hogy ne húzódjon el annyira a Szentmise, ezért mondja már a pap, miközben a persejezés zajlik magát a felajánlási imát. Ilyenkor lelkileg és fizikailag is oda helyezzük adományainkat az oltára, amit személyesen ajánlunk fel a Jó Istennek. A felajánlási ének pedig segít bennünket, hogy közösen készüljünk arra, ami itt az oltáron történni fog. Nézzünk két kérdést húsvét kapcsán. Az első így hangzik, mi történne, hogyha a húsvéti gyertya idő előtt elégne? Arról volt szó, hogy a húsvéti gyertya ég a húsvéti időben egészen pünkösdig minden egyes szertartáson, illetve a húsvéti időn kívül meggyújtjuk a gyászmiséken, illetve a keresztelőkön. Mivel még viaszból készül, ahogyan a húsvéti öröménekben is megénekeljük, előfordulhat, hogy elfogy a húsvéti gyertya eleve azért gyártják ilyen szép nagyra, hogy kitartson az év végéig. De mivel nem a gyertyát szenteljük meg, hanem a tüzet a vigília szertartás előtt a fényliturgiájában, ezért, hogyha elég a húsvéti gyertya, egy másik húsvéti gyertyával pótolhatjuk. A másik kérdés a húsvéti vigília kezdési időpontjára vonatkozik. A latin ritusban is tarthatják a húsvéti vigíliát karácsonyhoz hasonlóan éjfélkor, vagy ez csak a bizánci ritusban jellemző? A húsvéti vigília kezdésére vonatkozóan nincsen konkrét időpont meghatározva. Az viszont előírás, hogy sötétedés után kell elkezdeni és víradat előtt befejezni. Ezen belül lelkipásztori szempontok határozhatják meg, hogy mikor is kezdődik a szertartás. Valahol rögtön sötétedés után kezdik el, valahol éjfélkor, valahol pedig hajnalban. Más valaki azt kérdezte, hogy körmenetet csak nagyszombaton és úrnapjakor lehet tartani, mert máskor nincs, tette hozzá. Igazából az egyházi év során többször van körmenetre lehetőség. Klasszikusan szentségi körmenetet valóban ezen a két ünnepen tartunk. De a virágvasárnapi bevonulást is körmenetnek hívjuk, illetve gyertyaszentelő szentelő boldogasszonykor, mikor meggyújtjuk a gyertyákat a templom ajtajában, onnan is menetben vonulunk be a templomba. Búza szentelőkor is szép szokás kimenni a határba, hogy megszenteljük a búzát, ezt is körmenetnek hívjuk. Rendkívüli alkalmakkor is tarthatunk körmenetet, amikor például esőért imádkozunk, járvány vagy háború megszűnéséért. Templom búcsúkor az ünnepelt szent erekéjével tarthatunk körmenetet. Gondoljunk a Szent Jobb körmenetre augusztus 20-án. Érkezett egy olyan hozzászólás is, ami azt veti fel, hogy a liturgikus szokások, a díszes ruhák, a ceremóniák csak megnehezítik az Isten kapcsolatot. Istent az dicsőíti meg, ha Krisztust felismerjük és őt követjük. Nyilvánvalóan az egyéni Isten kapcsolatunkat megélhetjük a magunk módján, Krisztust akarjuk követni, őt egyre inkább megismerni, és ennek helye van. Ugyanakkor a hit nem magánügy, közösségben éljük meg, és a vallás az egyéni hit közösségi megélése. Itt szükség van arra, hogy legyenek olyan szertartások, amiben mindenki be tud kapcsolódni. A kishercegben is azt mondja a Róka, hogy szükség van bizonyos szertartásokra. A szertartásoknak köszönhetően különböztetjük meg a hétköznapokat az ünnepnapoktól. A liturgiában is a ruha, a tömjén, a különböző válaszok, liturgikus szövegek, ezek mind-mind segítik azt, hogy a közösség együtt ünnepeljen. Egy közös, kötött imába sokkal könnyebb bekapcsolódni, mint az egyéni imákba. Gondoljunk arra, hogy egy koncert is azért lesz közösségi élmény, mert mindannyian ismerjük az ott elhangzó énekeket és együtt énekeljük. Vagy egy foci meccsen, a drukkerek ugyanazokat a rigmusokat használják, együtt szurkolnak. A liturgikus szokások is egy közösségen belül alakultak ki. Ezért fontos, hogy ismerjük ezeknek a szokásoknak az eredetét, mert minél inkább megismerjük a liturgiát, annál inkább be tudunk kapcsolódni, és igazából ezek segítik az Isten kapcsolatunkat. Ha ismerjük a liturgiának az elemeit, hogy mit miért teszünk benne, mit miért mondunk, akkor együtt emeljük a szívünket Istenhez. A liturgiának gyakran része a tömjenezés is, Amiről már volt szó a harmadik kérdés-válasz videóban. Ezzel kapcsolatban szó szerint ezt kérdezi Matyi az első D osztályból, csókolom papbácsi, miért lengeti a füstölőt. Ennek fizikai oka van. A tűzgyújtáskor az izzó parazsat szoktuk megfújni, hogy több oxigént kapjon és lángra lobbanjon. A tömjénezőben is parázs van. Ennek is oxigént kell adnunk, ezért lengetjük, hogy a rátett tömjén minél inkább tudjon füstölni, és ez kifejezi aztán az imádságunkat, ami felszáll Istenhez, mint a tömjén füstje. Ennyi fért ebbe a kérdés-válasz videóba. Köszönjük a kérdéseiteket, a megosztásokat, a lájkokat, a feliratkozásokat, amelyekkel segítettétek a munkánkat. Jó hír, hogy lesz még egy baki videó a második évad terméséből. Ezzel kívánok nagyon szép nyarat! Isten veletek!